nem tekinthetők reklámhirdetéseknek a közintézményekben, illetve tanintézményekben levő kétnyelvű közérdekű feliratok. Erről döntött a Marosvásárhelyi önkormányzat, miután kisebb botrányba torkolt az Alexandru Jankúza általános iskola kétnyelvűsítése. Ezeket a kétnyelvű feliratokat tartalmazó táblákat július közepén függesztették ki a Marosvásárhelyi Alexandru Jankúza általános iskolában. A Marosvásárhelyi iskolákért felelős igazgatóság egy nappal később ebben a körlevélben megtiltotta a tanintézmények vezetőinek, hogy ilyen jellegű feliratokat függesszenek ki. Mi több, pénzbírságot helyezett kilátásba. Utóbbira nem került sor, a körlevél azonban elég volt ahhoz, hogy az önkormányzati testület elé kerüljön az ügy. A legutóbbi tanácsülésen arról döntöttek, nem sértenek törvényt ezek, illetve hasonló táblák. Mi ezzel a tanácsi határozattal egyértelművé tettük, hogy az iskolai belső környezetben a kifüggesztett kétnyelvű és közérdekű információt tartalmazó táblák nem reklámtáblák, ezért nem szükséges különleges eljárás ezeknek a kifüggesztésére. A valós kétnyelvűségért nyilatkozó civil elkötelezettség mozgalom híradónknak nyilatkozó képviselője szerint azonban a most elfogadott határozat még nem oldja meg az iskolai kétnyelvűsítést. A mi olvasatunkban és a jogi hátteret ismerve ennek a határozatnak sem közvetlenül, sem közvetve nincs olyan ereje és alkalmazhatósági dinamikája, amely bármilyen szinten is megoldaná az iskolák kétnyelvűségét, vagy arra kötelezni az iskola igazgatókat, vagy a polgármesteri hivatalt, mint fenntartót, hogy az iskolákban jelenleg is kifüggesztett közérdekű tájékoztatás, amely egynyelvű, kétnyelvűvé váljon. Marosvásárhelyen a rendszerváltás óta zajlik a valós kétnyelvűségért folyó harc, bár a 2011-es népszámlálás adatai szerint a magyarság aránya 42,84%, sem az utcán, sem az oktatási intézmények zömében nincsenek kétnyelvű táblák.